A hétvégén a Szegedi Tudományegyetem női vízilabda csapata érkezett vendégként a Kőér utcába, ahol a házigazda Racionet Honvéd fogadta őket. Matus Márk alakulata két vereséggel állt a mérkőzés előtt a tabellán, leányai pedig nagyon elszántak voltak, hogy egy nagy csatát vívnak majd az eddig egy győzelmet és egy vereséget begyűjtő dél-alföldi gárdával. A Szeged azonban előbb Mihály Kinga, majd Pengő Nikolett góljaival gyorsan két gólos előnyre tett szert az első negyedben. Próbálkozott a fehér sapkában játszó házigazda, azonban Kendik Lili révén csak kapufáig jutottak a honvédos lányok. A negyed utolsó percében Lengyel Dominika egy szép ejtéssel vette be Magyari Alda kapuját, így a szegediek három gólos előnnyel vághattak neki a második játékrésznek. Nem túl jó előjelek egy előzően szorosabbnak ígérkező párharcban. A második negyed jól is kezdődött a honvéd szemszögéből, Bálint Rebeka emberelőnyből talált a Szeged kapujába. Ezzel első ízben volt eredményes a házigazda találkozón. 1-3. A mérkőzés a Racionet honvéd szemszögéből ekkor nagyon rossz fordulatot vett, ugyanis a vendégcsapat ezután sorban 5 találatot is szerzett. Lengyel Dominika látványos góljával már 5-tel vezetett a Szeged, majd az amerikai légiós Nicky Mary Bell két gólja révén 8-1-re is elhúztak a második negyed végére. Matus Márk együttesen nem igazán tudott felpörögni, így a meccs elúszni látszott. A harmadik 8 percben aztán más hozzáállással játszott a honvéd, Török Fanni látványos góljával 2-re növelték a hazai találatok számát. Erre a meccsen 4 gólig jutó Lengyel Dominika révén büntetőből gyorsan válaszolt a Szeged, 2-9 volt ekkor az állás. A negyed utolsó percében Szűcs Emese szerzett egy gyors ellentámadás során szép gólt ejtésből, ezzel együtt a 6 gólos hazai hátrány miatt sejteni lehetett, hogy ezen a meccsen a Racionet honvéd pontszerzéséhez kisebb csodára lenne szükség. A negyedik negyedben dr. Árkosi Lilla és Botka Zsófia révén tett is érte a vendég Szeged, hogy a házigazdák ne higgyenek ebben a csodában, így már 11 gólnál járt az egyetemi csapat. Óna Gyorsoly a záró dudaszó pillanatában egy nagy kapufás góllal szerezte meg a mérkőzés utolsó találatát a honvédnak, így a vendégcsapat nagyon simán 11-4-re győzött a Kőér utcában. Megvan az a játék, amivel ezt a csapatot meg tudjuk fogni. Ez semmi másra nem úgy, csak hogy mennyire pedig összeszedettek is, és mennyire hiszik el, hogy ez tényleg működik. Az a baj, hogy most azt láttam, hogy a nagyon gyorsos akarás, ez sajnos nem úgy jött ki, ahogy nem kellett volna. Illetve még azt, hogy vannak olyan emberek a csapatban, nem hiszik el, hogy nekik valóban fel kell vállalni egy-egy szituációt, el kell lőni egy-egy helyzetet, és várnak arra, hogy majd tovább teszünk, majd valaki más megoldja. Nem, most már eljött az idő, hogy ezeknek az embereknek kulcs szerepe van a csapatban, és el kell hinni, hogy meg tudja csinálni. Nagyon akartuk, de rossz napot fogtunk, és nem jöttek össze azok a dolgok, amiket megbeszéltünk. Illetve voltak kivételek, de a többség az nem sikerült. A honvéd következő mérkőzését az idén nagyon megerősített Fradival vívja a Népligetben október 25-én, szerdán 20-15 órai kezdett el. Csak a honvéd.